Egy robotkutyát irányítanak ezek a fiatalok Máté Szalkán. Az interaktív app csak egy az eseményen bemutatott technikai vívmányok közül. A városban első alkalommal szerveztek technológiai intelligencia címmel konferenciát, ahol korunk legnépszerűbb témája a mesterséges intelligencia lehetőségeit, veszélyeit tárták fel a jelen és a jövő szakembereinek. Négy civil szervezet, az Elektrum Alapítvány, az MMI, a Rotary és az Innerville klubok fogtunk össze annak érdekében, hogy a fiatalokhoz közelebb hozzuk a mesterséges intelligencia fogalmát, és egy kicsit rávilágítsunk arra, hogy mit tehetnek annak érdekében, hogy maguk javára fordítsák az általa kínált lehetőségeket. Ebben két irányból kellett közelítsünk, szerettük volna, hogyha megjelennek a közoktatásvezetők, illetőleg a munkavállaló oldal is képviseli magát, hogy közösen gondolkodjunk arról, hogy mit tehetnénk a fiatalokért, illetve a szakmai képzésükben, hogyan tudnánk alkalmazni, és ezáltal fejleszteni a képességeiket. A rendezvényen az ipari és üzleti szféra szereplőitől a legújabb technológiák alkalmazásának lehetőségeiről hallhattak a résztvevők. Szakemberek szerint az egyéni érdeklődés nagyban befolyásolja, hogy valaki hogyan, miben tudja használni a mesterséges intelligenciát. A technológiához való hozzáférésünket sok minden befolyásolja. Hol születtem, hol élek, milyen családi környezetben nőttem fel, vagy növünk fel, milyen helyen dolgozunk, milyen munkahelyeken, és az a környezet, ahol jelenleg vagy, az mennyire inspirál, és mennyire támogat abban, hogy egyáltalán megkérdez magadtól, hogy kell ez nekem, jó, miben támogat, vannak olyan problémák, amit sokkal könnyebben meg lehetne oldani ennek a segítségével. Tehát, hogy egyénfüggő, és azoknak a szereplőknek, akik nem csak az oktatás, tehát nem az iskola vagy az óvoda, és nem a munkahelyek, hanem a társadalomban a civil szereplők, mint többek között a mi alapítványunk is, éppen ebben hiszünk, hogy nekünk ebben kell adni egy támogatást, hogy ne félj, hanem a lehetőségeit nézd meg. A mesterséges intelligencia ma már számos területen nyújt segítséget a felhasználóknak. A Máté Szalkai eseményen az előadók mellett a kiállítók standjainál is számos információval gazdagodhattak az érdeklődők.